Ilyen látványos kerékpáros trükkökkel is csábították a döblőközi fiatalokat a sportolásra. A napra olyan sportágokat hívtak a szervezők, melyek a nagy közönség előtt kevésbé ismertek, ugyanakkor rendkívül látványosak, és hamar elkápráztatják a gyerekeket. Mert hát ki ne akarna átugrani a társait egy biciklivel, vagy tűpontosan lőni egy íjjal. Farkas Edit polgármester reményét fejezte ki, hogy a fiatalok számára rendezett közösségépítő rendezvény elnyeri a fiatalok tetszését, és a jövőben nagyobb hangsúlyt fektetnek majd a mozgásra, és több figyelmet fordítanak az egészségesebb életmód betartására. Az egésznapos rendezvényen volt darts verseny és íjászat is, amiket a jelenlévő gyerekek ki is próbálhattak. Amit itt be tudunk mutatni, az kétfajta íj, az egyik, amivel itt, amit a kislán kezében, ez egy úgynevezett mereszarú pusztai visszacsapó íj. Ez a hagyományos technika szerint egy biokompozit íj, egy famagra állatinakat és szarut ragasztottak halányvel, bőrányvel, és azzal tették erősebbé. Ez egy tradicionális forma, az a jellegzetes hármas határ. Fog megvenni? A másik pedig, ez már egy modernebb fajta. Ezt úgy hívják, hogy vadászreflex, ez egy tégdan vadászreflex íj. Azt három darabra lehet szétszedni. Mindegyik íjnek el lehet mondani részeit. Ez a két vége, ezeket hívjuk íjkarnak. Ezeket a kanyarokat a végén reflexnek, illetve ezen szarvnak, ez a merevszarv. A kettőt összeköti az ideg, és a középrész a markolat, és ez szolgál a vessző kilövésére. A Kicsi a Borsport Egyesület extrém sport bemutatót tartott. Volt freestyle kosár és foci bemutató, BMX show, breakdance show. Önvédelmi bemutató, de dekázó, valamint biciklis ügyességi versenyt is láthattak az érdeklődők. Szóka Krisztián, a sportegyesület elnöke elmondta, a céljuk, hogy megismertessék az érdeklődőkkel a sportolás és az mozgás széles skáláját. Népszerűsítsék a harcművészeteket a gyerekek és a szülők körében egyaránt, és emellett felhívják az emberek figyelmét arra, hogy a mozgás mennyire fontos az ember életében. Megmutassuk az embereknek azokat a sportágakat, amik egyébként nem annyira elérhetőek, nem annyira ismertek, vagy egy ismert sportág, mint például egy foci, olyan válfaját mutatjuk meg, ami szintén nincs benne annyira a köztudatban, mégis nagyon érdekes és látványos. Nem különben pedig lehet, hogy épp ez indítja el a fiatalokat arra, hogy valamilyen sportba belevágjanak, de a fő célkitűzésünk az, hogy nem csak a fiatalok, hanem az idősek is akár kedvet kapjanak egy kis mozgáshoz. Egy olyan stílusban talán, amit lehet, hogy eddig nem is ismertek. A tapasztalat gyakorlatilag az, hogy mindenhol ámultak, bámultak az emberek, visszavártak mindenhova, megkaptuk, hogy amint lehet, menjünk még vissza egy ilyen bemutatóval. Azt el kell mondani, hogy amik itt vannak bemutatók, azok világszínvonalú bemutatók, bárhol megállnák a helyüket, főváros nagy színpadán is, vagy akár Londonban és Európa többi helyén, amire egyébként volt is példa, külön-külön már az itt fellépők bemutatóztak, akár Londonban, Amerikában, illetve világbajnokok, Európa bajnokok is köztük vannak. A célkitűzések szerint egy ilyen rendezvényen is sikerülhet elérni azt, hogy aki eddig nem mozgott, nem találta meg egyéniségének, egészségi vagy fizikai állapotának megfelelő mozgásformát, ezek után vágjon bele valamibe. Akár a rendezvényen látott sportágak közül, vagy ha ezek túl extrémek lettek volna, valami békésebb formájában a sportnak.